Na jó napot, jó napot, szerbusztok, sziasztok! Vajon mivel tértünk vissza? Hát igen, Bazsival. Visszatértünk hoizni. Szia Bazsi, mi a helyzet? Hello, hello, üdvözlök mindenkit. Hát igen, itt vagyunk megint egy ilyen Perzsia-Portugália, vagy Portugália-Persia játékmenettel. Így Hú, is van. Ö, ott hagytuk abba, ugye, hogy Ja De, igen, az előző részek tartalma, ugye? Azt akarod. Így bizony. Bekebelezted Brazíliát, én meg ugye Irakot, Ó. és hát ugye, ugye azt beszéltük meg, ha jól emlékszem, hogy itt a karlistákat kéne valahogy segíteni Spanyolországba. Ó, igaz is. Igaz. Mert hogyha neked azt ott elfoglalják, akkor neked onnantól kezdve a fókuszfa nem lesz teljes mértékben elérhető. És, és hát miért az igazad van? Igen, igen. Én meg megpróbálok szerintem Afganisztán irányába terjeszkedni. Itt nekem nagyon sok kis ország megjelent a Közelkeleten a brit gyarmatosítás felbomlása miatt. Ó, igaz tehát is, is van látom. Palesztína, Jordánia, Kuvait és nekem ezek kelleni fognak mind, tehát ö, úgy Na. néz ki, hogy majd a britekkel is meg kell küzdenem. Megküzdünk a britekkel is. Afganisztánnal. Jó. Én bizony. Jó, jó, jó. Elvágom én majd itt a briteket, habirom. <laughs> ja, hát kizárod őket, izé, A Mediterráról. Így elfoglalod, van. Elfoglalod. Partozsz, Gibraltárba, aztán. Pár mondjuk érdekes, mert hogyha egy kicsit váltasz a, a módok közt, megnézed a szövetségi rendszereket, hát ez a az egész szépen körbevesz téged, hogy úgy fogalmazzak. <laughs> Igen, nekem ez egy többfrontos háború lesz, és amúgy. Sőt, nagyon durva. Még már. alakulhat jól nekünk a játék, ha belegondolsz. Igen. Mert az olaszok nagy, nagy, nagy eséllyel, ugye fasizták, ők megpróbálkoznak majd szerintem egy jugoszláv háborúval. És onnantól kezdve, hogy ők megtámadják majd Jugoszláviát, a szovjetek és a mexikóiak beugranak melléjük. Igen, igen, igen. Ez Vagy legalábbis has. Jugoszlávia mellé. Így bizony, és akkor ugye nekik is többfrontos háború van. Főleg úgy ugye, hogy a polgár polgárháború megy. Polgárháború, meg hogyha megnézed, én itt most éppen nézem, bocsánat, hogy közbevágtam, de nagyon nem eldöntött a parlamenti helyzet, szóval ők még bármerre mehetnek. Igen, igen, igen. Mondjuk ugye a kommunisták azok polgárháborúznak, és hát igen, eléggé szoros a helyzet a pártok között. Ott a franciák, kíváncsi vagyok, hogy például a francia kommuna be fog-e ugrani ugye a negyedik internacionáléba, mert hát Pontosan. akkor ez már egy Szovjet blokk versus szövetségesek háború lesz. Igen. <laughs> okay. És onnantól kezdve, ugye, hogy nekünk meg nincs szövetségi rendszerünk, és mi háborúba állnánk a britekkel, te ugye független, vagy hát el nem kötelezett vagy, én hát nem mondom ki ide, nacionalista. Aha, aha, Így... most buktál le, kész, vége a világnak, hegyedd össze magad. Menj innen! <laughs> <laughs> Így lehet, hogy tudod, be tudnánk ugrani melléjük a negyedik internacionáléba, aztán ha vége a háborúnak, akkor kilépni onnan. Aha, jó. Jó, hát figyelj, megnézzük, megnézzük. Ú, nem tudom, be van-e állítva, hogy szabadon tudunk mozogni, vagy sem a blokkokban? Hát ha... szerintem. Azt akkor fog kiderülni, ugye, hogyha belépünk majd hát. egy szövetségi rendszerbe, és megjelenik ott a gomb, hogy kilépést, tudod? <laughs> ja, ja. Meg ugye 50%-tól elméletleg a saját szövetségi rendszert is létre. 40-től. 40-től? Aha, tehát még 1%, és létre tudom veled hozni az én szövetségi rendszerem. Tehát oh. akkor nem is biztos, hogy szövetségi gesnek kellenek a szovjetek? Aranyvilág van. Jó, van, jó van, jó van, még egy százalék, ugye 40-től mm. létre lehet hozni Szerintem nagyon jól tudunk blokkosodni, az nagyon jó. Így bizony. <laughs> Majd keresünk ugye... potenciális szöviket. Igen, neked ugye lehet terjeszkedni Dél-Amerikába. Hát? Az uh... neked azért? Igen, figyelek. Azért lenne neked jó, mert ugye sok hajógyár, mert sok a víz körülötted. Akkor a flottát tudnál hozni, hogy az, az maga lenne a csoda. De az gyár is kell, és azért azt kell mondjam, hogy elég szerény a gyári kapacitásom. Hát nem majd ezen alakítunk. Még na. nekem is mondjuk 21 gyáron van. Abból a fele katonai gyár, tehát az építkezések nem mennek valami jól. <laughs> nem a legjobb, ugye, fény? Nem a legfényesebb? <laughs> hát nem, nem, nem. De legalább Legalább van, ami gyártja a fejvert, a hadi, hadi gépezetet tudjuk futtatni. Igen, igen. Na de nem tudom, hogy hogy vagy vele, szerintem indítsuk el, nem? Ja, hát én közben dolgozgatok itt, <laughs> Már meg ne haragudj. <laughs> ja, jó, jó, nekem nagyon nincs mit, mert... Ja, nincs mit? Akkor azért akarsz te én indulni. Én úgy abba az előző... Aha. Hát, ja. hogyha te még nem akarsz, akkor így ne indulj! De, induljunk! Egy hármas szintre állítom, és akkor megindult a játék, jó? Hogyha ez így neked belefér. Super, Szuper! Így... Jó, én beállítottam. Ja, mert nem azért, én közben mozgok itt egy kicsit a... ...fejlesztések, építkezések területén. Próbálok egy jó az startot... Sose gond, az sose baj. ...egy jó startot venni, ha nem? Bizony. Csak azt nem tudom, hogy lehetne megmenteni ezeket a karlistákat. Számomra egyelőre Mysticum valentiert. tudnék küldeni öt önkéntes. ú hát csak egy pillanatra megállítom, jó? Közben itt történtek fejlemények, ne haragudj meg. Jó, jó. Ö, tényleg csinálunk. Csinálunk egy ötös divíziót, és én ezt akkor át is küldöm ezeknek a karlistáknak. Így Schwarzban. Ú, én is tudok nekik küldeni. Ú, küldjünk, küldjünk, gyere akkor! Mindjárt megnézem, milyen viszonylag jól felszerelt egységeim vannak. Itt van például egy... Ah, nem, mert Na? nincsen kiképezve normálisan meg akkor ez is jó lesz, és akkor kell nekem amúgy is egy új parancsnok, és akkor egy friss parancsnokot kiküldök a karlistáknak. Kettő egységgel. Figyelj, olyan, olyan, baja van ennek most itt, hogy kiválasztottam ötöt, öt divíziót. És nem engedi átküldeni. Mármint, a Easy Sand volunteers probléma van? Igen. Igen, igen, igen. Mit ír? Mit ír? Pirossal ne. nem írja, hogy mi a gond? De írja pirossal a gondot. És lehet, hogy most én vagyok a múlja gyerek. Itt, sőt, biztos is, hogy én vagyok a múlja gyerek. Most elméletileg lenne kint. Náluk egységed? Náluk egységem. Hát az kizárt dolog. Kizárt dolog, mert nem tudom. Hát én nem látom ott mondjuk a te egységeidet a karlistánknál, vagy lehet, hogy már előző részben küldtél, és úton vannak? Na, hát ez az, amire pontosan nem emlékszek, és nem is tudom, Lala, hogy csak olyan le. Mert ugye 229k emberem van, csak... Ó, ez a kit-kik. Minyár kijelölök mindent. Bocs, hogy itt most szerencsétlenkedek, tényleg, ne haragudj meg. Nagyon. Nem, nem, nem gond. Nekem közben nézem, legutoljára az ismert pingem 32115 volt. Jó, az kemény. Az, az az. kemény. Közben én is És ez a kapcsolataimat a karlistákkal. Nem, egyszerűen nem, nem engedi. Jó, én, hát akkor nem kapnak egységet, hát most Édes Istenem, így jártak. Ö, jó, a, elindítottam közben a játékot. nekem kettő egységem oda fog érni. Jó. Valamikor ö, augusztus 6-án. Jó, ha gondolod, az de hogy nem. Vett feljebb. De igazad van. odaérkezett az egység, igen, az, az előző részbe küldtem. Darab. Aha. Látom, látom. <laughs> jó, hát igen, ezért voltam újra, nem tudtam informál úgy. Great, a rohadt életbe már. Na! Üha, ott éjszakon azért nagyon-nagyon nincs felszerelése a karlistának. Meg is Igen. nézem, hogy én tudok-e nekik valamit új adni, de amit látom, semmit, mert mindenből mínuszban vagyok. E, hagyjad. hagyjad, ne adjál ilyenkor nekik semmit. Nem érdemlik meg. Szégyent hoznak rád, elvesztik a háborút. Hát, borzasztó, és én velük akarok egyesülni. Na mindjárt megérkeznek az én egységeim is oda. Hát július 31, akkor még egy hat nap, de, de érkeznek. Na és közben mindjárt meg lesz nekem az a National Focus a, a 22 nap, amivel ugye meg tudjuk csinálni ezt a szövetségi rendszert. Király. És valami, valami valami frappáns nevet kéne neki adni. Ú, uh, várjál, mert múltkor éppen vasárnap csináltunk egy jó kis nézői streamet, és hát ott volt egy-két kreatív <laughs> úriember, aki, aki hát igazán meglepő neveket tudott adni a frakciónak. Volt is egy ilyen szőrös, tarpú, szőrös talpú lent, fú, de nehéz volt Ja, Jaj, nyomani. tudom, azt láttam. Ja, <laughs> <Én> azt láttad? <laughs> Úristen, de milyen jól értem oda. Figyelme, partozáltak mögött. Azonnal. Én már le is fogom, jó? És la koronába is partra akarnának szállni, azt és véged. onnantól kezdve... Védem, amennyire tudom, az a baj, most érkeztek meg az egységeim, és nincsen organizációjuk. Semmi gond, semmi gond. Majd jönnek itt karlista csapatok még. Én azt ott lepineltem, fönt. Jó, nekem túlélték, tehát akkor ide támadok én is, és akkor... Aztán jövök be a többivel, segíteni oda neked középre. Oké, okay, okay. amit látom, téged ott sok irányból támadnak. Hát igen, az ott vissza is fog vonulni, az a csapat, ha nem kap segítséget. Bow, bow, bow. Így bizony, látom is. Jó, az ott Jó. megvan. Embereid mikor érnek ide? Nagyjából mikorra veszed föl? Ja, harc készültségben hány embert hoztál ide, várjál, csak nézem kettőt. kettőt. Tudok csak, mert kevés egységem van, aha. Jó, semmi gond, ez a kettő is több, mint a semmi. Akkor ezt befixáljuk. tudunk. Igen, befixáljuk azt a helyet. Arra kell vigyázni, lehet az a baj, hogy az egyik egységemet visszamozgatnám szerintem a fővárosukba. Jó, védekez. Hogyha... Igen, hogy a partaszállást szeretnének legyen idő visszafordulni a ham. Ne tudjanak. Közben nézegetem folyamatosan, hogy tudok tüzérséget küldeni nekik, tehát küldök 222-t. Illetve közben. Ó, várjál, várjál. figyeld Na, tessék, figyelem, mit figyelek? Hol nézem? Fel, felül. Felül? Mhm. Uh -huh. Van uh, once a super great faction Mediterranean pact. Ah, a minden itt. Azt hittem South Sand pact lesz, vagy valami ilyesmi, de jó, legyen ez. Majd max átnevezzük. Nem, rá. legyen Mediterranean pact, nekem tetszik. The Down of Mediterranean pact. Jó, király. Figyelj már, amúgy nekem meg följötti közbe itt, mikor megalapítottuk, meg megalapítottad a jó kis paktumunkat. Uh, egy olyan, hogy the United Kingdom request lease of the Azor-es. Aha. El, el akarják valami valamelyik szigetedet, és szerintem, hogyha nem fogod odaadni nekik, háború? Mm, akkor meg fogják támadni. Nagy valószínűséggel mondjuk nem tudom, hogy ezek a szigetek hol vannak, mert úgy tudom, az úr szigetekről van szó, vagy valami ilyesmi. Igen, igen, igen. És pontosan nem látom, melyik az. Várjál mert engem is. Vagy hogy hol vagy a térkép? Hol vannak azok a szigeteid a térképen? Hát ez a baj, hogy ez most így én sem? Megvan, megvan, megvan. Hol vagyok? Atlanti utcán Ö, valahol. Kiszobontól nyugatra. Igen? Egy vonalba vele. Ott vannak ilyen nagyon kicsi szigetek, pont a Delgada. Ezt akarja elvenni tőlem? Uh -huh. Ezt kéri? Mhm. Uh -huh. Hát figyelj, gyártó egység is csak egy van benne, kettes infrastruktúra, de mondjuk egy hármas kikötő van rajta, és hát az Atlanti utcán közepén fekszik nagyjából. Igen. Mm, és úgy mondod, és úgy azt, mondod, hogy ez így háborúba fog engem húzni? Nem tudom, nem tudom, hogy ír -e valamit neked, hogyha ráviszed az egeret ugye a gombra, hogy vagy átadod, vagy nem, hogy mik lesznek a következményei. United Kingdom become over and controller of Azores. Aha, Egy részt. Az az Másik, uh, United Kingdom get Event, the United Kingdom of Portugal and Brazil refuses. Tehát Aha. az úgy nem mond automatikusan háborút. Hát próbáljuk meg, Max, felrakod Lisszabon. Hát nem tudom, az a baj, hogy. Akkor viszont, hogyha meg háborúznának. Az meg kemény érvágás, itt most nekünk így egy Igen. háború. Na, akkor. A... Ennek fejében én erről most lemondok. Nem tudom, hogy jó döntés lesz-e, nem? vagy nem. Mindegy, egy militári, nem, egy sima civil gyárt bukok, meg névő bukok az Hát ez most. Jó, Igen. hát mondjuk Brazília, ha valamennyire kárpótol, vagy hogy mondjam, hogy hát ez... igen, az. meg inkább fókuszálnék most arra, hogy a spanyol trónt megszerezzem. Igen, igen, az van neked a lényeges legfőképp Jó. Jelen pillanatban. Odaadtam neki. Jó, és akkor így legalább szinte biztos, hogy nem leszünk agresszió áldozatai. Igen, <laughs> igen, igen, igen. Jó. Mert mondjuk nekem onnantól kezdve, hogy téged megtámadtak volna két fronton, hárman, hát... mert ugye kuvait. Brit-India és Jordánia kellett volna védekeznem, plusz ugye a partvidékek, plusz okay. neked is ugye a partvidékek. Jesus, igen, hát ez nagy falat lenne most így egy háború az alájz ellen. Jó, szerintem, Ingen. szerintem jó ez legyen így. így. Folytassuk, jó? Négyesen vagy a jó. pörgés. Mehet a négyesen simán. Négyesen pörögtetjük. Itt beszállunk abba a csatába, abba is ott. Uh -huh. Úgy néz ki, hogy vissza tudjuk tolni ott éjszakon Igen, igen, ott ö, elméletileg beszálltam Én is ott támadok, mondjuk most egy kicsit megakad uh -huh. Termelésügyileg nem vagyunk jók Le kell kötni még erőforrást Na, 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 na. Most megindult, elhoztam az egységemet a fővárosból. Na. Lehet, hogy rossz döntés volt, de... Nincs olyan, hogy rossz döntés, csak döntünk. Megpróbálkozok ezzel. Na. Mhm, uh -huh. Itt már nincsen utánpótlásom. <laughs> Ide már nem jut el az infrastruktúra, ez a pro probléma. Viszont a spanyoloknak így sokkal jobban el kell osztani az egységeiket. És talán most, hogy itt így elméletleg tudok ilyet, nézzük csak. Na nézzük. A ah, pingesz! Aha. Wow, hát egy igazi varázsló vagy! Egy igazi varázsló! Hehe! <síns> Egy ló vagy, aki varázsol. Ló, meg <laughs> igen. <laughs> Varázsló. Varázsló vagy. Talán a szerszámod is akkora, mint egy lónak. <laughs> hát az nem tudom pontosan. Azt, ha azt hagyjuk meg a nézőknek, hogy tippeljenek róla, ugye? <gül> igen. <gül> Aha, na volna valami kis huncuttság. Össze-vissza vannak ezek az egységek. Esküszöm, hogy az ideg szétvág tőle. Kettes egységek, meg ilyenek. Fú, de undorító. Templétek vannak így most, hogy megörököltem a Braziltól. Tényleg majdnem ja, hány égerem van. Uh -huh. Elhiszem. Én se szeretem azt tudod, amikor mondjuk egy Magyarországgal elfoglalod az Ausztriát, vagy bekebelezed, és megkapod az ő egységeiket, és akkor... Ah. Igen, és most jó hiszem, elküldtem egy csomó gyalogost, azt hittem, hogy csomó gyalogost küldtem el, közben kiderült, hogy nem. Ú, ne odaért ez a teherautós dander a fenébe. Itt most, ha emeltleg, mindjárt próbálom pingelni, ha betámadnál, akkor szerintem el tudnánk foglalni azt a területet. Uh, una momento, una momento. Mert itt szenvedek, mint malacai. Igen. Hol vagyunk? Pingelünk, pingelünk. Itt, itt, itt. Oda, oda pingelünk. Jó. Viszek én még oda egységeket. Ezek, meg ezek, ezek, kik ezek. Ó, a délen el hát nem fogjátok elveszíteni, mondjuk. De Nagyon sok felszerelése nincs az egységednek, amit látom a ah, igen. délenben. <laughs> igen. Felszerelés hiány vagyunk. De semmi baj, semmi, semmi, semmi. Megöljük, meg adok, adok, egy prioritást, hogy reinforcements legyen. Ajaj, éjszakon probléma van. A pedig Garrison. Mindjárt csak föl kell szerelni ezeket az egységeket, és megoldunk mindent, mert... Uh, uh, uh. Jó, ennyi volt, ez gyorsan elbuktuk. Kész. Ez, ba ez baj. Ez baj. Ez baj. Ez nagyon nagy baj. Nyertek. Akkor viszont... Akkor másra kell uh, fókuszálni. Nem fog, nem remélem nem látod, mi történt. Na, mi történt? Ne nézd meg a szövetségi rendszerek térképét. Jó. Szerintem adjuk fel a... De, De miért? Miért? Beállt az internacionáléba, hát hihetetlen. És szovjet lett. Egy szovjet báb lett. Németek hogy állnak? Ők saját, saját szövetségi rendszerben vannak, közép-európai szövetség. Aha, az mondjuk erős lehetne az alájz ellen, hogyha majd tudunk, meg a, vagy internacionális ellen mindegy. Így viszont én abban bízom <laughs> amúgy, hogy nette te tud csinálni a fókusz, hogy a szövetségesek fognak háborúba szállni a negyedik internacionális ellen. Ú, uh, az jó lenne, az kivárni. Az nem is lenne rossz. Na hát így, belegondolva meg kár volt átadni akkor. A szigeteket hát, jó? Na mindegy, nem, igen. nem kár, mert azért téged tehermentesít. Nem itt. tudtuk, hogy mi lesz a kimenetele ennek az egésznek. Igen. Én pedig közben, lassan, hát 150 nap, és úgy néz ki, hogy háborúzni fogok az afgánokkal. Jó, akkor én Viszont, Meg, hogyha úgy állunk, akkor küldök. küldök mindent is. Az a probléma, hogy. Na, ha megnézed a, az én egységeimet. Igen. Merre akkor vagy? Merre vagy? Igen, egységek. Ja. Akkor láthatod, hogy. Értem, látom a az problémát. A vonal túl van terhelve, és éppen épül a vasút oda. A vasút épül oda, a supply hubot nem is szeretnél oda tenni, ugye? Hát. De, de, csak az a baj, hogy amíg az megépül. Hogy pingeltél? A Pillanát. jobb oldalt alul. Van valami ping, ott Vannak ugye? azok a gombok, és akkor van egy ilyen szürke, trapéz alakú kis gomb bal oldalán, a baloldalt alul a kis menüknek, vagy hogy tudom ezt elmondani. Jó, ide tehetek egy supply hubot? Neked? Hát az nagyon jó lenne, hát mondjuk, építenék. ha te tudsz hozzám építeni. Tudok, hogy ne tudnék. Te is tudsz én hozzám. szuper. Mert csak akkor megállítjuk a dolgokat, mert itt nem tudok prioritást adni neki, még megy a, megy a játék. Jó, elkezdődött, akkor én építek oda neked egy hubot. Jó? jó? És nem, az, szuper. az remélhetőleg le fogja itt fedni, direkt városba tesszük, viszont majd annak a hatásfoka csökkenni fog, mert határmenti, jó, úgyhogy mm, lehet, ja, hogy persze, ez hát az elején nem adja, de majd, majd kiadja. Mondjuk. Akkor én pedig ide teszek egyet, szerintem. Ez hol van? Ja, jó, tudom. Meg majd akkor majd küldök, hogyha elkezded a harcokat, küldök önkéntest. Ja, nem kell, várjál hát. Igazából te is be tudsz majd lépni a háborúba, ja. csak az, az lesz a probléma, tényleg tudod, hogyha ide külded az egységeidet, akkor még jobban túlterheli majd a hálózatot. Ez de igaz. Hát, akkor mond már el nekem gyorsan, hogy mi van a logisztikádban, és tudok-e valamit küldeni, amiben hiányod van? Hát fegyverből van hiányom, 5000, de abban szerintem... <laughs> olyan szerintem, sok! Aha, szerintem talán neked is hiányod van a polgárháború, eléggé... Fogyasztott téged is, amit látom. <haz> igen, igen, 500, 500 fegyverem van, hát 600, hát szerintem tudok küldeni de de nem sok mindent fog érni. Mondjuk de küldök. Egy dolgot észrevettem, amit most itt meg is mutatok, oda pingelek. Itt van egy város Herodban, igen. vagy Herod. Erre. És ott körülötte azért az egységeim normálisan fel vannak szerelve. Igen, mert a éjszakról kapsz, ha megnézed, a supply térképet ott kapsz. Igen. Nagyjából. És akkor így be tudnék oda kígyózni, szerintem így végig egészen ledélre, Tehát így kb. valahogy így erre ott el tudnék én. jönni és levágni a afgán sereg egy részét. Há, de az a baj, nézzük meg, hogy Afganisztán területén semmi infrastruktúra nincs, semmi supply. Hát nincs vasút sem, meg semmi, igen. Úgyhogy, ha nem tudom, még felénél tartunk az építkezésnek. Mikor tudsz támadni? Mondom, mondom, még egy 105 nap, tehát az, aznak még talán 105 kell nap nap. Jó, jó, szerintem addig befejezzük, 105 nap, mindjárt mondom, hogy mikor befejeződik be. 44. január 16. Bőven, nagyon jó. Nagyon jó, akkor Közben... ott lesz egy supplyod én is elnyomtam egy olyat, hogy reorganize the railway system. Az tény is éppen. Teszi, hogy ugye 300 a gyorsabban épül. Igaz, hogy nincsen sok gyárom, amivel tudok építkezni. De hát, ami van, az meg valamennyire csak elég lesz. Hát áprilisra épül meg a supply hub. Január, Supl február, március, április, hát az még egy négy hónap. Supply hub. Ami bárhogy is számolom, 120 nap körülbelül, igaz? Hogy mondod még egyszer? Én pedig, na hogy. Hogy 120 nap, 4 hónapja, akkor 120 nap. Igen, az 4 hónap, így van. Én pedig 100 nap múlva támadok, tehát valahogy így a háború elejét még meg kell majd úszni. Mm, szerintem az a legyen. kitartasz. A, van ott elég jó erőd. organized nem jó, de felszerelésre jó vagy. Illetve repülőgép is van már gyártásban, tehát Na, azzal ó. meg támogatni tudom magamat. Ó, nagyon jó! Meg lesz az ott, azt össze hozzuk, nehogy már ne bírjunk el egy Afganisztánnal. Hát igen. Hát nehogy igen. már két világ szuperhatalom megbukott Afganisztánba, és mi ne bírjunk el velük. Így bizony. Lehetetlen, hogy mi kikapjunk tőle. Lehetetlen. Na, akkor a Central Power az éppen kibővült Skandináviával. És az magyar monarchiával. Ja, igen, igen. Na, ez Érdekesek mind... lesznek ezek a hatalmi viszonyok itt Európában. Hát eléggé blokkosodik. Igen. Kemény, már tényleg csak arra vagyok kíváncsi, hogy itt a NATO keleti blokkja az. Az most kihez fog húzni? Hát igen. <hül> Szerintem amúgy a balti államok be fognak hódolni a szovjeteknek. Nagy esélyt rátoknál, Litvánia lehet a kivétel. Hát igen, tapasztalatokból kiindulva, az mindig úgy van, hogy ők nagyon sokára csatlakoznak a Central power ez a Central European Alliance-hoz, legalábbis az eddigi játékaim során későn csatlakoztak. Illetve még ugye Romániától követelhet majd el a Szovjetunió területet, meg talán Lengyelország keleti részét, és arra is kíváncsi leszek, hogy érkezik-e a finn szovjet területet nagy téli háború. Közbe figyeld, nézd a felszerelést az afgán határon. Öö, jó, felszerelés. Hát tudod miért van ez? Mert megépült a supply hubad. Pontosan? Pontosan Na, hát, ezért ez így van. nagyon szuper. Vagyuk Úgyhogy... Még, nem biztos, hogy mondanám, hogy hoz be egységeket de meg lehet próbálni. Ha, ha, már csak annyira megpróbáljuk, hogy mondjuk ilyen védekező egységek. Az a baj, nézd meg, aki... nincs meg a szoplályos térképet, neked ez még édeskevés, oda az az egy. Mm, az még maximum. épül az enyém is. Az még maximum a fogja lefedni. Aha, a sivatag közepére építesz. Jó. Figyelj, szerintem próbáljunk már meg még egyet felépíteni ide valahova, jó? Oda a környékére, oda. Uh -huh. Hát van, -e, van -e, ha le megnézed, akkor itt van egy ilyen vasúti kereszteződés, mindjárt pingelem. Teszünk oda, akkor jó. Itt, és akkor az úgy legalább szórja szét is. Jó, de az már csak a csata közben fog megépülni ezt. Hát ezt garantálom. Ez nagy probléma. Akkor de legalább probléma már az azért, egy... hogyha. Igen. Ha az afgánok azt a területet támadják, mert a támadás ideig megakad a. megakad az építkezés, de utána, hogyha leáll a támadással, akkor újraindul. De két nem, hogy sokat fognak támadni. Hát na, meglátjuk, meglátjuk. Hát igen, én is kétlem, mert azért oda. Most fölhúztál hirtelen. 30, 30 gyalogos például a leggyengébb területedre, úgyhogy igen, az ott jó lesz. Amúgy közben azt nézem, 12%-a lesz az országomnak besorozható. Éppen 9%-nál tart a a, a, sorozás. Aha. Az azt jelenti, hogy 1, hát körülbelül 1,3 millió emberem. Hogy irányleg hát, van 1,4... Nincsen nagy népessége amúgy, 13,38, plusz ugye az iraki 3,55, akiket nem tudok 100%-ban felhasználni, mert ugye nem core state. Oh, igen, igen, igen. Nem baj, az, az, a... az nem baj. Hát nem, végül is megvannak. Ugye a gyáraikat se tudom 100 kihasználni, mert a compliance meg ilyenek mindig ott lesznek. De az az egy nagy szerencse, hogy ha megalakul a Perzsa Birodalom, Igen. akkor onnantól kezdve minden gyárat korlátlanul, meg minden embert korlátlanul fel tudok majd használni. Ennyi? Ez nagyon diktatórikusan hangzott, de... de hogy is ez, Semmi köze nem volt a diktatúrikus hangzáshoz. Na, hát, is Közben, amúgy, ha gondolod, én tudok neked adni. De most és ennyire felbecsülsz engem, hogy gondolkozok. Jó, de is Tudok neked adni Antitank meg Anti-R licenzt, ha szeretnéd. Tier r hanyas? Egyes. Nem kell, köszönöm, van gyártásba saját. Ja, neked is az saját, van, látom, most az... látom. Igen, igen. Vagy artilleri kettőt. Azom is van. Azt is nagyon az is köszönöm. Na. Persze, hát eh, imádom ezeket a gyalogsági fegyvereket, én erre nagyon szeretek rá mozdulni. Hát mondjuk, amúgy azt kell mondjam, hogyha egy van egy jó gyalogsági egységed, akkor úgy átmész rajtuk, mint... A tankokon, mint a kés a vajon. Jó, jó. Ez de... kell például az antitank. Igen, igen. Azt, e, azt a hibát elvétettem éppen vasárnapi nézői meccsekbe, hogy hát nem hoztam antitankot. Visszanézve láttam, hogy kicsit hiányzik. Hát mondjuk. Van már tapasztalat akkor. Igen. Nekem még 28 napig 300%-os sebességgel épülnek a gyárak, ami azt jelenti, hogy pont Pont. Kb. 5 nappal egy, ö, a supply hub megépülése előtt lesz vége. Igen. Hát akkor majd 15 nap vagy 20 nap lesz még, amíg megépül. Ugye az a 300%-os boost lejön róla. Uh -huh. Viszont most valahogy mégiscsak jobban megjavult. Most már nincsen az, hogy bármelyik egységemnek hiányozna utánpótlása. Na. és támadhatom Afganisztánt. Megnézzük? Na várja, nézzük, nézzük. Próbálok majd én is oda légi erőt rakni. Légi mennyi van a közelben? Hát ott sem ennyi, sem is építek is ennyi. Hagyjad, én is nyomok oda neked egyet, ha nincs más dolgod. M mikor, mikor jár le a vargol? Június 3-án, jó? Addig megépül a supply hub is. Oké. Okay. És akkor lassan neki tudok majd állni. Ú, secret weapons, na. Na. Négyszer százszázalék research bónusz elektronikára, nukleáris technológiára és rakéta technológiára. Ó, oh, még research bónuszt. Ide, ide, bele a testbe. Így bizony, a nukleáris <laughs> fejverekre. De, de ez most amúgy aktuális pont ugye a iráni urán Dúsítás. Aha. Na, ez nagyon szép mondat volt, iráni urán. Urán. Iráni urán. É, így bizony. Ez csak magyarul hangzik, szarul. <laughs> Na jó, várjál, mert akkor én ide, én is húztam föl neked most légibázist. Ó, látom, neked Úgy, ilyen gyorsan így. megépítette. Hát én azért itt szeretek. Tudod? minden játékban iszonyat béna vagyok a armi meg az ilyenekbe. Én inkább, tudod, csak így szeretek építkezni. Ja, <laughs> és így, és így mindig, mindent arra fókuszálok. Mondjuk az a vicces, hogy nekem is van itt a listába, úgymond, tudod, az építkezés listában a bakancs listámon. Igen. Repülőtér építés, csak hát még egy se épült meg belőle. De Na, hát ez maradjon köztünk. Ez szomorú. Ez -momi. Na, figyú, a küldök akkor ide repcsiket, és gyakorlatilag területvédése küldök repülőt, jó? Jól van, közben én elindítom. Nyugodtan. Ezt. <laughs> Nyugodtan. Utánpótlásra is dobok. Uh -huh. Azon a éjszakén bővíteni kéne neked mert nem férünk el. A kicsi a hatótávolsága a repülőimnek, úgyhogy. Oh, aha. Én itt még befektettek az országodba, jó? Úgyhogy majd szeretném kihasználni a. Majd visszaadom a befektetést. Jó, van, köszönöm szépen. Majd törlesztem. <laughs> jó, és akkor én gyakorlatilag Afganisztánra dobok mindent, király. Pirály. Meg azért figyeljünk arra, hogy itt afganisztáni hegyes terepeken eh, vigyük már az embereid után egy kicsit, majd a supply hubokat. Igen, igen, én építem is ki akkor a vasutat. Itt Heradba pont jó lesz, mert ott ugye van egy ilyen lokális supply hub, amiben valamennyi felszerelést most így kapok, hogy elfoglaltam. Jó, a akkor én viszont ide fölhúzok neked egyet. Ide, minél pingelem. Én ide fölhúzok neked egyet, majd oda hozzá a vasutat, jó? Jó akkor húzom is tovább onnan. Még a supply hubam nem épült meg, ami probléma. Augustus, három hónap, jó? Jó, szuper. Én közben itt akkor így erre támadjunk, erre is támadjunk. Minden, mindenfelé, amerre tudunk, támadjunk. Támadjunk, 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 bum, bum. Na, ja, bocs, de, de ne arra, hogy elfeledkeztem magamról. <gül> <gül> én is szoktam, én is szoktam. Nincs vele semmi gáz, szerintem. India, új, új. Pakisztán elfüggetlenedett, ez tudod, mit jelent? Ú, uh, szétesik India, ez az. Sőt, polgárháború lesz, nem? Nem? A sok, de. Már van. Már van. Uhú, tudunk-e nekik küldeni bármit is? Nem, semmit. Jó van akkor. Egyedül vagytok, haver. Így <laughs> most elfüggetlenedett Pakisztán. Figyelj, 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 beállt az internacionáléba. India? Az alsó, nem? Nem, 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 nem. Jaj, bocs. van benne a nagy India. Jaj, jó, 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 már de... majdnem. Kivel áll háborúban? Hát figyelj, van itt egy british war. Azt a, szerintem India a britek Republic. ideológia. A franciák kiléptek a szövetségesekből. Ó, de jó. Szerintem az... ne nézd rá a britek ideológiájára. Hát mert én azt láttam. El fogod röhögni magad. Igen, azt láttam. Azt mindig abból következtetem, hogy hogy, hogy néznek ki a gyarmatok. Igen, azt tudjuk, hogy ilyen kommunisták. Elég érdekes. Hát igen. Tényleg érdekesen alakul ez a játékmenet, de legalább izgalmas. Hát, ezt nevezhetjük mindennek, igen. És finoman izgalmasnak is. De tényleg, nekem, én adom, én adom. Azt mondjuk bánom tényleg, hogy itt most elbuktuk a spanyolokat, és ez miatt lemondtam arról a szigetről, de úgy. Hát figyelj, mondjuk úgy, hogy járulékos. Vissza fogjuk szerezni, vissza fogjuk szerezni. Taktikai Na. lépés volt, nem tudtuk, hogy mi fog következni. Ez így van. Mondjuk el kéne kezdenem fejleszteni. De mire szeretnél majd fejleszteni igazából? Tankok, légierő, hajó? Hát mi, nekem a mi az? itt a hegységekben nem biztos, hogy annyira előnyösek. Én szerintem a gyalogságot és a légierőt fogom nagyon-nagyon-nagyon nyomni. Talán tankjaim is lesznek, de az, 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 az majd akkor, amikor Törökország... Fog bekebelezésre kerülni. A következő célpontom viszont szerintem Pakisztán lesz. Bár csak az emberek miatt. Mert egy olyan jó 30 millió plusz népességem lenne. A pakik? Várj egy kicsit, leállítom mm. közben. Jó. Herádba elkezdek neked építkezni. Jó? Lé jó, jó. Légi bázist. Én, is, én is csinálom oda. Hopp, lekerítették az egységemet. Éjszakon. Ah, szemetek. Elkarták. Nem baj. Mindjárt, mindjárt orvosolom a problémát. Lekerítettek, hát akkor mindjárt vissza, visszakerítem. Én le. Visszakerítünk. Jó, hát itt nem lesz semmi probléma. Jó, meg amúgy én repülővel adom valamennyire az ellátmányt, amennyire tudom. Az mondjuk nagyon szuper, de, de küldtek. Jó, szép volt. Hopp, szép és Kabul akkor. nyitott, Kabul Na. nyitott. De nincs ott egységem, akivel le tudnám fogni azokat, akik most elindultak Kabulba. Ú, uh, jó, hát mindegy, azt ne is próbáld meg, az egy. Hopp, most már van, de az a is sikerült átzárniuk. Jó, itt megállítom... Mm. Merre tudok menni? Merre, merre, merre? Ez a legnagyobb kérdés most számomra. Ahol támadható egységek vannak, és tudnánk is előrébb nyomulni. Szerintem sehol ezt súlyból kell eldönteni. Itt látok egy szabad területet, ha tudsz. Mhm. Uh -huh. Meg, hát is oda be? Itt, ahol támadsz, itt kéne átütni őket. Legalábbis ez csak az én szerény belepofázásom itt a dolgokba ott próbálkozok is, ugye. Igen, ez az Afganisztán azért, azért húzós, tehát Nehéz lehet azt tudom, csinálni. Igen, hogy én megállítom a támadásaimat, és próbálják ők visszafoglalni a saját területüket, ha sikerül. Mert abba ugye az ő felszerelésüket és ő emberüket fogják elhasználni, hogyha Jogos. vesztenek. Jogos. Na, ez egy jó. Ha a kis csatákat. Ez egy jó taktika, szimpatikus taktika. Jelen pillanatban most már az utánpótlás azért nagy problémát jelent. Neked? Ezért. Uh -huh. Aj, várj. Nekem úgy van, hogy szeptember 16-ba fejeződik be, az még egy másfél hónapot kéne kihúzni. Kicsit több, mint egy mm, hónapot, jó? Az, az nem probléma, meg lesz, meg lesz. Meg ezt akkor itt földabom nekedetesre azt a railway-t. Na, most nukleáris fejverkezésre menjek, <coughs> vagy legyen repülő, vagy gyalogság. Ez gyalogság szerintem. Na, is közben van egy negyedik resource slotom végre. Na. Egy negyedik. Mondjuk az nekem is jó jönne. Adja meg kölcsön. Ne legyél ír Én ír Adnék, így. adnék, ha lehetne. Ja. Mondd, hogy mit, mit kutassak ki, és akkor majd akkor ja. azt a licenszt, amíg nem lesz neked a negyedik. Ö, nem tudom, most az a baj, elszomorították kicsit, hogy nem mész tankokra. Mert én most inkább ilyen, saját, én, a... én ilyen, repülős hajós kombóra szeretnék menni. Mm. Hát figyelj, én rá fogok menni a tankokra, csak még nem most. Nem, <laughs> talán Jó, rámegyek akkor most, De a nem. itt volt tankot, elkezdtem kikutatni. De ne hagyjad, hát tudom mi tankok nélkül is élni és boldogulni. Hát végül is igen, de figyelj, jó lesz ez, amúgy is itt azért Ázsiában majd szerintem lesznek problémák. Meg a briteken valamivel át kell folyni. <laughs> Igaz. Főleg majd ott neked. <laughs> hát, nekem itt azért Afrika, Ázsia az hűha. <laughs> Én nekem Amerika lesz majd kétséges. Igen, neked ott az USA-val lesz. baráti barát viszonyod, ha jól <laughs> ha gondolom. Ha ezt lehet annak nevezni, ugye? <laughs> Igen. Ez a olyan baráti viszonyban leszel, hogy, hogy... Mint még bár, senki nem volt ilyen, ilyen volt. baráti piszkálásokba kezdtek majd, egy kis terület ide, egy kis terület oda <laughs> Hát igen. Közben azt nézem, hogy miért én vagyok a nagy hatalom a szövetségi rendszerünkben, miért nem te? Ö, mert... Ö... Mert csak. lehet mert én vagyok a szövetségi rendszer vezetője. Nem, ilyen nem fordulhat elő, úgyhogy majd szépen kitúrlak ebből a pozit. De úgyis. -e? <coughs> én kicsit építkezek itt vasútvonal van a ügyileg, mert. Hát ez a Brazília ez. Ez gyengé muzsikál. Ilyen szempontból. Hát igen, 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 igen. Ki kéne ide építeni egy rendes kis egy rendes kis gazdaságot. Na ezt a konduszt megint elfoglalták az afgánok. Pedig oda egy supply hubot, az maga lenne a megváltás. Hoppit viszont nincsen afgán egység. És itt lehet, hogy félbe tudnám szakítani őket, ha gyorsabb vagyok náluk. Ez tényleg egy ilyen nagyon feltételes mód. Hogyha gyorsabb ha. náluk. Ha és amennyiben. Így bizony. De úgy néz ki, hogy felbe tudtam szakítani őket. Ó, hát te egy mester és vagy. Itt, itt a déli afgán hadsereg, hát most megsemmisülésre készüljön. Készüljön fel, mert aztán olyan megsemmisülések lesznek itt, hogy csak. Na, kérem itt, szépen. Itt lesz bőven azért, itt lesz bőven. Na, várja, hol állunk, hol állunk, így állunk, úgy állunk. Jó, hát ott még tud fedezni repülőgépekkel, utána már sajnos el kell, hogy engedjem a kezedet. Supply hubot megkaptad, vasútvonalat megkaptad, elméletileg. Így bizony. Jó. Kunduzba amúgy behúzom a többi vasutat. A lokális Supply hubba azért, na, legyen már. Supply hub. Na is nézzük, Kabul ostroma van. Na, Kabul ostroma. hát én is ide vezényelek mindent. Ö, csak nekem ugye visszavettük a Game Options-t. És a 3D unitokat levettem, és nem látok itt szép akciókat, úgyhogy ezt most visszatettem, orvosoltam a problémákat. Na jó. Na hát igen, ez a 3D unit és a... kabul elfoglalva. Ó, hát gratulálok. Gratulálok, enged meg, hogy én legyek az első ebben. Na hát, köszönöm szépen. Na, tehát gondolom elfoglaltál mindent. Hát persze, hát nem, nem fogok itt szórakozni, érted, ilyen... Hogy második. Még igény? egyszer lenne Afganisztán ellenem, aztán... Ha. <laughs> az már nem tetszene annyira. Hát igen, ezt meg tudom érteni. És készülök szerintem Pakisztánra. Az a probléma, hogy 71% a World Engine, hogyha én most elindítanám ellenük a justification Uha, uh, pakikat? Nincs egységük, nincs egységük. De lehet, hogy a britek garantálják őket, nem? Nem, ja nem, meg kommunisták a britek. Úh. Uh. Tehát Pakisztánnak nulla egysége van, ez így egy tulajdonképpen ingyen terület. Az jó. Azt vedd el azonnal, sőt, sőt, hát abban, figyelj már, téged, téged most nem vesznek körbe a szövetségesek, ha megnézed. Ó, igen. És tényleg, mi történt? Egy Jordán, nagy... úristen, nézd meg, Egyiptom, Jordánia, Palesztina, függetlenedet, Kuwait is, igen. Katar. barom jó vagy. Csak megsugom. Úúú, itt egy Dél-Afrika nekem. Az neked mondjuk, igen. Igen, csak jól jöhet. Én itt látok egy szabad Dél-Afrikát. Húha. Na jó, e, figyelj, akkor Prió, mi lesz neked? Paki? Pakisztán, Pakisztán. Biztos? Pakisztánban van egy supply hub amú, vagy Afganisztánban, Kabulban van supply hub, csak nincsen vasút. Nincsen Tehát vasút. Most azt fogom felhúzni. Jaj, már hát. Ja, értem, értem, értem. É, neked úgy ide lejjebbre kéne rakni egyet. Val valahova. A... Ja, látom, itt Balucistán, a Szisztán... Igen, vagy Cisztán. Igen, valahova, de le kéne neked dobni egyet. Szerintem le is dobtam. Hova? Mondjuk egymás mellett nem biztos, hogy előnyös. Heradba berakok itt egy vasúti kereszteződés, meg szisztán hoz ide... Hát ide ledoptam egyet. Uh -huh. Nem tudom, hogy látod-e, hogy én éppen mit hova építek. À, nem egészen, de semmi baj. Fighter format, jó. Jó, és 27 gyáron van, több a civil, mint a katonai most már, szerencsére. Szerencsére? Hát igen, de még mindig nem sokkal több. Uh -huh. Mondjuk egy Pakisztánban lehet, hogy lesz valamennyi. Ö, bocsánat, itt meg akarnám tőled kérdezni, hogy itt a, amikor rákattintasz az zászlóra és ez a politikai panel följön, akkor neked egy mire van állítva? Free trade-re vagy állítva? Export fókusz. Export fókusz. És hogyha átállítanád free trade-re? Akkor megpróbáljuk. Mert ugye neked most baromi sok kőolajad van, és amelyik ország szeretne tőled kőolajat szerezni, vásárolni, akkor ő ad ugye gyárat. Országot. A gyárat, ilyen országot. Jó hát országot is adhatna. <laughs> nem nem sértődnénk meg, ugye? <laughs> hát nem, hát. Na, figyelj, most közben megint alakítottam, most már az országom 17%-a lesz besorozható. Na. Az a doktinának köszönhetően. Na, szép. Vigyú már, amúgy én ide Tibrizbe lehelyezek neked egy supply hubot, mert ott... Oda épül, vagy Tabriz, Tabriz? Tibri, Tibriz. Ja, Tibriz a terület nem, de Tabriz a város. Oda már épülni fog valamikor, de hogyha gondolod, akkor... Akkor Vagy ezt már szóval. te építed? Várj, mert nálam eltűnt. Oh. Az építési listámról. Akkor szerintem te fölülírod ilyenkor. én ]kor. építem már. Aha, jó, akkor akkor nem segítek. Hát most. <laughs> El van. Próbáltam, de nem kell neked a segítségem. <laughs> jó, dehogy is. <laughs> hát, Na, amúgy itt... minden segítőkéz jól jön, de. Amúgy itt vannak háborúk. Mert a negyedik internacionál keményen háborúzik Japán ellen, és Japánnak szövetségese úgymond a Baltikum és Finnország. Ha uh -huh. vigyázó szemedet e környékre emeled. Látom, látom, látom. Uh -huh. Tudod, kit próbálhatnánk kiütni egy potenciális nagyhatalmat? Szerintem a Franciaországot is elvenni a gyarmatait. És uh, bábbá tenni. Egy jó kis vagy valamivel? Egy jó kis francia. 80 nap is támadom Pakisztán, de Pakisztánnak a hadereje egyenlő a nullával, mert nulla egysége van. Hm. Hát igen. Maradjon így. Hagyják meg a jó szukásukat így. Akkor neki mész Pakinak, azt mondod? Neki hát, figyelj Mennyi? Most. Mit vesztek vele? Semmit. Főleg úgy, hogy igazából csak be kell sétálni. Pár embert, de... Hopp, Na? Japán és a Fülöp-szigetek, hát akkor ez egy egyesült államok versus I... Japán. Az ha viszont baj. Igaz. Mert ha jobban megnézed, akkor viszont az internacionálé javára elesik Ázsia. Így bizony. Aha, látom. Igen. És tudod, mi a félelmetes? Mi lenne, ha az USA belépne az internacionáléba? Hát... Na hát ilyenről ne is álmodozunk, mert akkor aztán. Ja, Szerintem... Bocsánat, lekopogom, ilyen ne történjen. Igen, mert lehúzhatjuk oh, a. Okay, köszönjük szépen. Mi történt? Hát, USA helyett Japán, vagy Kanada, Kanada. a negyedik internacionáléba. Hát, ennél jobb játék nem is lehetne. Szerintem lassan akkor én is elhagylak és belépek én is az internacionáléba. Így van, <laughs> lépjünk ki aztán. Hát, hallad. Ennél rosszabb hír szinte nincs is. Hát ez hihetetlen. Jó, nem baj, őket öh, is szétütjük, de az majd, az majd úgy lesz, az majd úgy lesz, hogy tankukkal szétütjük. Mondanám, hogy Pakisztánból adnék neked gyarmat területet. Ne adjál. Nem tudom, hogy... Tudok, tudnék adni pedig, mert úgy néz ki, hogy a pakisztáni, vagy ez a közel-kelet, ez tartozik még vajon Pakisztán? Balucistán terület, az a tartozik. Neked, neked mekkora korterület van a Perzsa Ötletem sincs, mert nem írja. Ja, értem. Hát várj, de összes iráni terület, összes afgán terület, összes iraki terület, összes török terület, összes francia közelkeleti terület, Kajak. összes olasz szíré, mi ez szire, na, terület, az a sziget, ha jól tudom. Igen. Ö, és összes brit terület Egyiptomba, közel-keleten és kelet-mediterránon. Hm. Tehát kb. így Törökország, vagy a görög határig egy ilyen négyzetben minden. Mármint Pakisztántól világos. a görög határig egy négyzetbe. Világos, világos. Jó. Jó. Ehhez tartjuk akkor majd magunkat. Közben amúgy már kutatom a hármas szintű tüzérséget, tehát hogyha arra lesz szükséged, akkor szólj, és dobom is, és amúgy a kettes szintű antitank már elkészült. Na, és jön az egyes szintű nehéz tank. Már csinálod a hármas szintű tüzérséget? Hát igen, már mint nem gyártom még, még kutatom, de érkezik majd 275 nap múlva. Aha. És a pakisztáni háború pedig 30 nap múlva. Ami nem is lesz igazi háború, mert... Hát az csak egy ilyen bevonulás. ...ellenséges erő. <laughs> szaúd intézném még el nagyon szívesen. Mondjuk ahhoz előtte Jordániát és palesztinát, illetve Egyiptomot se ártana elintézni. Ö, igen, Mert ahogy nézem, azokat a szabadokat neki... el lehetne. Igen, kicsi országok, nincsen hadseregük. El lehetne kapni, így így. Ellenben viszont nagyobb határom lenne Szaudaráviával, tehát egy nagyobb volumenű támadást tudnék végrehajtani. Ugye azt kell mondjam, hogy ez a új perzsa birodalom, egész kis csicsás. Csicsás? Orvában. No. <laughs> Kingdom of Romania joins hey. Central European Alliance. Van egy szép nagy német, osztrák, magyar, lengyel, román, skandináv és német alföldi. Kombó, combo, bombo, combo bombo. Az, bambó, combo <laughs> van bokámból. 13 nap, és Jó. indul a támadásom. Nekem ha, ő... úgy. Igen. Ha már így a negyedik internacionális mindenkivel háborúban áll. Igen. Gondolkozz el azon, hogy Spanyolországot ne vegyük -e ki a háborúval. Én, én, határos vagyok a szovjetekkel, de le tudnám őket védekezni. Viszont nálad csak Spanyolország van terítéken. Kanada nem tudna partra szállni. Én ettől igazából. még egyelőre óckodok. Jó, jó. Hiszen nem tudom, hogy ki fog még beállni ebbe a háborúba, hogyha őket éppen megtámadnám. Amúgy van rá klémem, tehát tudnék, de már egy ilyen elszeparált háború kéne. Valahogy el hát, kell igen. őket szeparálni. És most erre gyúrok, hogy agency-vel valahogy átállítsam őket fasiztára, vagy Aha. mit tudom én, vagy, vagy bármi lehet mindjárt azt fogom csinálni, hogy én is akkor alapítok egy agency-t. És megpróbálkozok azzal, hogy akkor mondjuk én is búsztalak náluk valami ideológiát, de előtte elintézem ezt gyorsan. Ennyi. Hoppá. Jó. Így már nagyon nem kell félned attól, hogy valaki más belépne a negyedik internacionáléba, mivel a Közép-Európai Szövetségbe belépett az Egyesült Államok. Na! No. értelemszerűen az Egyesült Államok a Közép-Európai Szövetségbe való. Értelemszerűen, hát nevéből Igen. adódóan ugye. Ja nem? Igen. <laughs> hát, Igen. Most hát most kérem, hát <laughs> ez a játék mindig tud meglepetést okozni, ezért szeretem. Ja nem? <laughs> jó, jó, jó. Én Afrikában gyorsan építek egy supply hebet, és én ö, nem tudom, hogy föltűnt edek, lémelek Dél-Afrika ellen. csodált? A Dél-Afrikai Köztársaság? Uh -huh. Nekem az ott kéne. Ó, jaj. Nekem az ott szimpatikus. Oda viszont kéne neked majd segítség, nem? Uh. Ott építem, akkor neked a vasúta én is. <laughs> jó. Annyival valamit, valamit így támogatlak legalábbis. Ha már te is támogattál engem. Nem tudom, hogy hogy fog összekötődni, tehát hogy Pretóriából, meg ezekről a területekről éppen hogy érkezik. Ja, de látom a vasúthálózatot. Aha. Éjszakról Aha, a sivatagból nem, nem lesz könnyű megtámadni. Igen, ott nincsen nekik se vasút, tehát hiába de... kötnéd össze magad az ő vasútjukkal, még úgyse. Igen, de Pretória felől jól lehet támadni. Na, Pakisztán kapitulált. Na, Ö, már is? Már, szerintem én rosszul látok. Miért? Pakisztán belépett a közép-európai Szövetségbe. És hadban állok a németekkel, az osztrák-magyar monarhiával, a románokkal, az Egyesült Államokkal. Ez szép volt. Nem, én már nem, nem te? Már nem te, nem úgy, hanem a pakisztáni húzás volt egy gyönyörű hát, játék. Így Ö, így jó. Bizony. Okay. Én akkor most partvédelemre felállok. Igen, de abszolút te. Te abszolút véd le a partodat. Kóztel mm, fortokat javaslok neked az alábbi helyekre. Igen, a oda, be. Oda, és ugye ezekre a területekre itt. Építem is, mert nem fogom... Divízióval. Divízióval hogy áll az úr? 30, kerek 30. Kerek 30. Egy tekintélyes 30-as Na ti siessetek, a infrastruktúrát használjátok, azzal sokkal gyorsabban odaértek mindenhová. Így viszont, meg kell néznem. Aha. Na. Hát totál mobilizációra nem tudom felrakni magam, mert nincsen 80% var supportom, viszont a besorozható népességet tudom növelni. Igen. De amúgy valahonnan született euh, még úgy kb. a semmiből 17 gyárom. Na. Tehát most ilyen pillanatban 15 plusz 4 építem az újabb civil gyárakat. Hát Azt szerintem szerint, hát, hát free, free Meg az is. free trade-re, ugye? Igen, igen, igen. Aha, meg meg pak -paki. Pakisztánban is volt szerintem. Nézzük meg Pakiba, itt van kettő gyár. Ja, nem, mi ez? Egy gyár, kettő, három, négy, öt. Most, hogyha jól számoltam. Kíváncsi vagyok, légierővel nem tudnak elérni engem, igaz? Nem nagyon. Légierővel viszont... csak, csak is vizem. Jó, figyelj, hogyha már így tudok agresszívkodni, akkor 25 nap is megtámadom Jordániát. Uh, várj, mert most már minden egyes cselekedeted. Bevonza őket. Tehát hogyha Jordániát támadod meg, az még. Jordá... Figyelj. Ott nagyon nem gyors legyen. Igen, igen, de Jordániának nincsen tengere. Egy kis terület van, de nincs kikötője. Tehát ott mm. nem tudnak hozzá. Ja, igen, közvetlen én. úton. Aha, értem, értem. Aha. a logika. És Japánnak van vorgója franciákra, és azt nem értem, hogy miért nem támadja meg őket. És a finnek közben, hát béké, békülni akarnak velem, non-aggression pekte. <há> hát jó, hogy. Ja, mert a Central Powers, az, a Central European Alliance is ugye akkor így háborúba keveredett Japán ellen, szóval, mm -hmm. ők, szóval ők ott belesznek kajálva, igen, Japán érdekes lesz, neki lesz, vagy ezer egysége a Jó, szerintem akkor... végére. <laughs> hát igen. Szerintem majd neked ki kéne az, hogy a közép-európa is az internacionális összeugorjon. Uh -huh. Valahogy meg kell oldani. Aha. Ezt ki kell böjtölni azt az időt. Uram, nehéz tanki érdekel? Hmm, hát, igazából érdekelhet. Miért? Mert elkészült az első tervrajzot, tehát el is tudod kérni tőlem. Aha. Mik vannak itt? Még tervrajzok. Jó van. Na majd mindjárt, Itt pillanat. Pillanat, mert a vas gyártásunk egy kicsit ö, rossz. <laughs> Hát Na. igen, abból. a jelen pillanatban én is mínusz 29-ben állok, tehát valakitől vásárolnom kéne. Mi történt? Küldtem neked... Most a britek hadba álltak a közép-európai... igen. De, but why? De Mert, ö, az olaszok megtámadták a görögöket, és a görögök belültek a Közép-Európai Szövetségbe. De közben te is behúztad Jordániát, ha jól látom. Az, az nem lényeges <laughs> olyan szempontból, hogy én már alapból háborúba álltam, tudod? A... Ja. Annyiba lényeges, hogy most belépetek a franciák. Hova? Hát nem bírnak magukkal az emberek, hát nem igaz. Na akkor viszont nekem itt hadsereg átszervezés van. Kőkeményen, hiszen itt téged itt le fognak gyakorlatilag dúzorolni. Én annyit teszek, hogy nem tudok küldeni. Nem tudok küldeni. Volunteert. Hát ne haragudj, Bazsid, nem nagyon akarok beállni ebbe a háborúba, nem, nem de nem, kell, nem is nem. akarlak Én kihagyni, kell hogy védjelek valahogy. Építkezz nálam valamit, aztán Építkezzek. az út jó, akkor. Ja, értem, értem, tehát van mit építkezni. Mhm. Uh Figyelj, annyi biztos, hogy Indiával kötök egy meg nem támadási szerződést, mert ők hadba állnak ugye azokkal, akikkel most én is. Így Igen. ővelük úgymond békések leszünk, vagy leszek. Egy ideig biztos. Amúgy pedig tök agresszívan foglalom a közelkeleti francia gyarmatokat. Helyes. bocs, pillanat megállítottam a dolgokat, jó? Jó, ja, jó. Ja. És már megy is tovább. Köszöntöm. Tök jó vagy. Mit akarsz? Most érkeznek meg az egységek Beirutba. Hopp, az lehet segítene, nem? Hogyha egy légierőt oda vinnék. Aha, Mármint csak úgy tippelem, tudod. Ja, 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 Damaszkuszba bedobjuk ide a légierőt, mert már igazából lassan fent a leppóban. És húzzák ki az egységeiket. A közép-európaiak. És Aleppo már ott is van. Az Aleppo. Az az Mert Aleppo. Is vagyok, és vagyok is, itt van német egység, akit lekerítettem. Na. Az emberek sztrájkolnak, hát bocsánat. Uh, ott, várjál, ott, ott, van valami kis tudpisság. Így bizony, de közben egy német egységet kivégeztem. Nagyon szép munka, nagyon szép munka, azt kell, hogy mondjam. Nagyon köszönöm. Jó. Ez megtiszteltetés. Hazámat szolgálom. Aha, erős érdekeidet szolgálod. <laughs> Jó, nem. <laughs> Viszont, így a szovjetektől veszek egy kis acélt, kérem szépen. Ö, tényleg milyen irdésed van a szovjetekkel? Jelen pillanatban. Ö, az ő megítélésük felém negatív, de az enyém feléjük pozitív. Nem Aha. tudom, miért. Nem én voltam. Uh, Beirútot szeretném kitakarítani. Beirut. Úgy néz ki, mindjárt sikerül. Uh -huh. Lengyel egységek védekeznek Beirutban. Hát, nagyon gratulálok nekik. Jó, én egy olyan taktikát választottam, hogy akkor nálad főfuttatunk gyakorlatilag a kor területeiden, meg amivel már eddig rendelkezel minden infrastruktúrát. Jó, ez az első. Utána, no, no, utána majd meglátjuk, hogy hogy tudok supply hubokat építeni, ugye az infrastruktúrával kicsit meggyorsítjuk a supply hubok, -ok meg, a, a, meg amúgy a blokk mindennek az építését. Ö, igen, ha én meg szeretném támadni Dél-Afrikát, akkor Németország garantálja ő neki a függetlenségét, tehát Ebbe a háborúba így most nem állunk bele. Igen, ez így ugye a Vörtenzsön miatt lett igazából ez problémás. Igen. Mert minél nagyobb a Vörtenzsön, annál több ország garantál. Igen, igen. Mindenki mást. Kíváncsi vagyok, mennyi veszteséget okoztam eddig a szövetségeseknek. Ők nekem 26 ezret. Én a németeknek 83 ezret. Wow. Az Egyesült Államoknak 75-öt. 75 ezret? 75 sima 75. Ja, azt hittem már A Lengyeleknek tanics. 66 és fél. Igen. A franciáknak majdnem 40 ezer. Igen. És a románoknak 28 ezer. És Beirutot elfoglaltam. Ez igen. Ez szép teljesítmény. Nagyon szépen köszönöm. Így most viszont az egységeim nagy része, hát felállhat ugye védekezésre. Tehát ide ennyi egység nekem nem fog kelleni, inkább menjenek ők át védekezni ide, India környékére. Ott lehet nagyobb partaszállás szerintem. És hát itt ugye nekem a francia gyarmatokkal meg kell létesítenem kell vasúti összeköttetést, Nem tudom, hogy most. Legyek egy kicsit. Nem Aha, és a britek beálltak az internacionáléba, nézd meg. Magára hagyták. A Igen, magára hagyták az olaszokat. Na de várj. Hallod? Hát mi. Ha a ez? britek benne vannak az internacionáléba, akkor a szovjetek is. De a szovjetek nem léptek be még a németek ellen. Viszont a britek háborúba állnak a németekkel. Tehát bármelyik pillanatban a szovjetek, szovjetek potenciális szövetségeseink lehetnek. Nekünk, aha. Hú, akkor arra föl, kell kéne, föl kéne készülni. Viszont nem tudom, hogy tényleg hogy vannak lekötve most a Central Power. Hát nálam itt most egy, egy egységű sinc kiállták végezve. Mert most, itt ha, 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 ha megnézed, a britek támadnak Normandiába. Bármikor beléphet ebbe a háborúba az orosz fél. Tehát a Central European Alliance az gyakorlatilag leradírozható. Igen. És onnantól kezdve te megtámadhatnád Dél-Afrikát? Én megtámadhatnám Dél-Afrikát. Igen, mert ugye a németek garantálják őket, de amíg a szovjetek nincsenek bent, addig ez problémás lehet. Aha. Ó, baszki, annyi határszakaszon van ezzel a rohat gyarmatokkal. Meg ugye neked Brazíliával is foglalkozni kell igen. a védekezésével. Meg Afrika többi részén is. Ajaj. jó. Hát szerintem lehet, hogy elbukjuk a gyarmatokat, az jó van. Hát mondjuk neked Brazíliát nem kéne. Az e, Afrika igen. az mehet. Brazília meg, meg Portugália a lényeg. Igen. Amúgy a briteket kifogják onnan Normandiában rúgdosni. elmondjam mondjam miért? Túl, túl sok egysége van. A Biztos az vagyok benne. Európai Szövetségnek. Aha, Igen. le is vágtak egy kikötőt róluk. Meg az a Zabajot, azt a Brit Egységet, azt ott meg. megsemmisítik, és akkor nem tudom, hogy a szigeteken mi, mi lesz a Styles. Hát az én, én sem. Viszont nálam nagyon nem történik semmi. Hát ö, örülj neki, addig a jó. Olasz polgárháború. Jó, akkor az olaszokat el olaszoktól elköszönhetünk. El, el. India van benne még a szövetségesekbe, várjunk csak. De India nem nagy hatalom. És ha az olaszok kapitulálnak, akkor Indiából báb lesz, és Indiával is kell egy határszakaszt lefednem. Hát uh, igen. Na akkor. Egy 23 egységet csak így a semmiből le kéne. Csak így a, csak így a semmiből. Pom. <síthat> Hát igen, az a baj, hogy tényleg ez most így... Nem gondoltam volna, hogy Pakisztán belép hozzájuk. De megtette. Meghúztázta. Megtette. Meglépte. A ravasz. A ravasz megtette. Hát igen. Na nézzük már, hogy állsz infrastruktúrával. Oszta! A kor nagyon rosszak. Nem baj, minden fölnyomok. Nyugodj, nyugi, nyugi, nyugi. Igen, nálam is van amúgy pont épül Tibrisbe a Supply Hub, és utána már csak infrastruktúra épül. Jó, én durván termelek most saktárkészletre. Valahol partos állnának. Né, partos a görögök, de hát veszítenek. <laughs> Figyelj már, raktárkészletbe menj, belenézd meg, hogy mit van. Tudok-e valamire Ö, támogatni? Tüzérségből vagyok, gyalogsági felszerelésben megint csak. Tüzérség, gyalogsági Viszont felszerelés, kap a gyalogsági felszerelésem igazából 40 nap is helyreáll. Tüzérség? Tüzérség 100 nap. Kérlek, Törökország, te maradj, maradj ki ebből a háborúból, jó? Kérlek. <laughs> Szemtelenkedik? Nem, 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 nem. Szerencsére nem, csak nem szeretnék még egy határszakasz, pedig fel vannak állva a törökök a határomra végig. Mhm, uh -huh. De figyelj, hát fókuszba, ja, nem kémkedek még náluk, az a baj. Nekem nincsen kémhálózatom. Az Nincs. a baj, öt katonai gyárat fogyaszt, de épüljenek ezek az infrastruktúra Megint partra akarnak szállni. Ki ez? Görögök. Na hát megint nem fog sikerülni nektek, nem tudom miért próbálkoztok. Próbálok küldeni neked anyagot, jó? Ó, oh, köszönöm ha, szépen. Ha elfogadod, jó? Köszönöm szépen. Ennyit tudok most adni. Majd eh, tudunk növelni a infantry equipment jó? Hogyha esetleg több jól van, kell. Jól van, van. Köszönöm szépen, mert ez most így segít. Főleg ugye az új egységek kiállításában. Mert a, az olaszok, hát... Nem fognak sokáig tartani. Na hát az olaszoktól el kell köszönni, tényleg az ott, az ott pucli. Nem tudom, hogy ez katonasággal. Még mindig 30, még mindig még 30. Még lassan érkezik egy 24. Oké. Okay. És akkor már lesz 54 egység. Az már azért szép. 54, jó. Jó, én meg majd megpróbálom kiugrasztani, mert közben a spájokkal nagyon rajta vagyok tényleg, hogy a spanyolokat kiugraszom ebből a szövetségből. Hát hajra, hajra. És se nem demokratának, se nem kommunistának szabad lenniük, hanem náluk támogatni kell a fasizmust. Valahogy kihozni. Elég nehéz amúgy most itt eldönteni, hogy mi lenne a jó döntés, hogy mit fejleszek, ah. mit hogy építsek. Itt csak Már a bármikor... tankok segíthetnek. Hát igen, meg bármikor jöhet egy erős partra szállás. Pláne, meg ha lezárják. kieshet egy india. Igen, pláne akkor számíts erre, hogyha lezárják az olasz frontokat. Igen. Küldök Atassét Indiának, meg próbálok küldeni át olaszoknak, nem tudok. Non-aggression pact. Annyit tudnék csinálni, hogy az olaszokhoz tudnék egységeket küldeni, és segítenék nekik védekezni. Uh -huh. De hogyha elküldöm tőlem az egységeket, akkor nálam ki fog védekezni? Na. Na ugye? Aha. Sehogy se jó, sehogy se jó. Hát ez sehogy se. na most már igazából kevés fegyverrel vagyok mínuszban, már nem, nem kell sok, már csak 26 ezer. Na. <laughs> jó, följebb talom négyese a időt, jó, hogy pörgessük egy kicsit. Jó, jó. India viszi az egységeit Olaszországba. Wow. Hát az károda, de mindegy. És érkeznek, érkeznek. Itt látom, ahogy mennek végig a mediterránon, mert van a tassém náluk. Most ez csúnya lesz, de remélem lelövik őket a mediterránon, hogy amikor majd ki kiugrasztják őket a háborúból. Kingdom of Greece. Várjál, várjál, várjál függetlenettek, elfüggetlenettek, Pakisztánnal állok egyedül háborúba, de hát nekik nincsen határos terület, Úristen. E, ez vigyázz, mi ez az India itt itt melletted? Ö, békés, nincs benne semmi fekssöm. Jó. A másik India meg a szövetségesekben van benne, de. Ja, értem, neked most akkor itt van egy Kasmírod, ami. Ami mindjárt az enyém lesz. Lerohanható, jó, oké figyú, Allies, Allies, ők kik, kiket tartalmaz? Csak, csak Indiát. Csak Indiát, nem tudom, az, az be akarod húzni. Amúgy tényleg? Amúgy tényleg, mennyi egysége van? Tizen... Tíz. Legalábbis ezt a Delhi környékét ez be lehetne. Bár Belehetne. nem jársz vele jól, mert... Hát gyára sincs. Vagy van gyára? Látni. szerintem azért, de 11 valami ja, van aha. Aha. hát, hát jól hogy járnék vele de az de. a baj, hogy aki most indiánál védekeznek egységek meg amúgy Igen. india adja nekem a felszerelést azok nincsenek felszerelve aha. uva itt kéne nekem lenne még egy tonna olajam Palesztína is jól jönne, ott azért vannak gyárak. Viszont nehéz döntés, nagyon nehéz, hogy mit kéne meglépni. A Szovjetunió influenceli a politikámat, most jött az event. Arahadék. Befolyásolni próbál? Próbál, de nem fog sikerülni. De csak próbál! Bum! Így van. Na, kész a legjobb fegyveri szörnye. Ez az. Illetve tankból is kész a heavy tank 2. Ó, de jó vagy. Akkor mindjárt megyek érte, jó? Jó, illetve a hármas szintű tüzérség is kész. Hármas szintű tüzérség, hú, az, azért aztán tényleg lehajolok. Várj egy kicsit. Licence, Licence. Hol vagy? Hármas szintű tüzérség? Gyere, gyere, hol vagy? Aha, advanced örteleri. Valamint, hol volt? Uh, heavy tank. Kettes. Az én már tényleg lehajolok. Szépen haladunk. Ha ma tudsz adni, vagy rányomsz az igenre. Ó, Ó, de köszönöm. várjál, neked ez 13 gyárba került. Hát, köszönöm, hogy értesítettél erről a rossz hírral. Visszamondjuk, lemondjuk. Nem kell, hagyjad. Legyen gyárad. Tudja építkezni, én is nálad építkezek. Aha. Ah, ide jó. Ah, mindegy, jó. Oké, okay, marad ez. Gondolom mi. Elvettem a gyárait felét. Ah, hát igen, szemszerűleg pont a felét. nem baj. Figyó, akkor maradjon úgy, olyan december végén, január elején szóljál már rám, hogy vegyük vissza ezt az egészet, jó? Jó, 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 jó. Addig mondjuk, mondjuk, hogy megtámogattalak egy kevés gyárra, jó? Ja, hát addig épül az infrastruktúra, nagyon gyorsan. Én december is December azt... 10-ig, 14-ig, kettő infrastruktúra is fel fog épülni, legalább. Na, India visszamondta a Plusz tőlem is, tőlem is kapsz kettőt még addig, jó? Nagyon szuper, köszönöm szépen. Haladunk, haladunk. Haladunk. Azt kell, hogy mondjam, az ország épül szépül. Én mindig, én mindig így játszom ezeket a játékokat. Tolom másba, hogy ők lejátszák helyettem a háborúmat. <laughs> <laughs> És én most kizmény. te vagy, a, te vagy a szerencsés. <laughs> Minek neked háborúzni, ha más is háborúzhat helyetted? Úgy van, én ezt szeretem. Jelen pillanatban én háborúzok. <laughs> Jó csinálod, csináld csak. Közben szállnak partra a görögök. Meg Mondjad, mi kell, én adok mindent. Hol vannak már, görögök? Már meghaltak. Na, hát kérem, ezt itt kell csinálni. <laughs> Nézzük. Három, eddig négyezer ezer emberük halt bele a partra szállásba. Á, az igen. Hát ezek tudnak valamit. Összesen. Ők okoztak nekünk, vagy hát nekem 31 ezer veszteséget, én nekik 311 ezeret. Szép! Szép, na, hát ezt. Ez ilyen is lehetett volna jobban. Ezek hogy kerültek ide? Mi e hogy kerültetek ide? Mi történt, ne arra Látod-e azt, hogy Pakisztánba, Kasmírnál támadnak -e engem a németek? Csak valaki azt mondja meg, hogy hogy kerültek ők ide. Szerintem átmednek, szerintem kért áthaladást. De és kitől kapott? Jó, Damaszkusz nem beírult, ne figyelj oda, mert ott is kapsz, bár a zöld. Kaptak Ez... a Szovjetuniótól, meg Kínától. Kínától, biztos vagyok benne, igen, azért. Ö, jó, Norton. Oh, ja, most. látom, Parto át. Uh -huh. el őket ott, gyorsan, gyorsan, gyorsan az a pinetbe, Vágd el őket ott. Uhu oho, Hello, eddig voltatok itt. <laughs> Illetve amúgy a rakétáim is készülnek. Mi ez? rakít? Mi ez? Nekem az már van. Rakéta artilleriből is a legjobb készül már éppen. Én az már fel is szereltem a csapataimmal. De... Úgyhogy, ha kell, nyugodtan vehetsz tőlem is licenszát. Ha nem kell, hát ne vegyél. Az a baj, vennék, de nem tudok, mert nincsen mivel legyártani. Érted? Itt ez ja, a nagy probléma. E, e, igen. <laughs> igen, én is így vagyok. Most éppen a tankokkal ezért próbálok duzzasztani gyalogságival, és akkor abból, ami kell. Majd nézd rá néha a raktáradra, hogy tudok-e valamit adni. Lassan helyre áll. Helyre áll, jó. Lassan 5000 fegyver azóta le lett gyártva. Nagyon király. Igaz, még kell négyszer annyi, de... Nem baj az. Én is adok. Nem baj, most a németek itt megint elhullottak. Elhullanak. Legjobbjaink a hosszú harc alatt. Így bizony. Hát most visszatért a tízszeres fölény hozzánk. Jó, én visszavonom a licenszeket, ha tudom. Jó, jó, jó. jó. Vagy nem tudom azt, hogy lehet. Uh, modify incoming land lease, nem? Aha, visszavontam elméleték, visszavontam. Jó, jól látom. Jó, akkor majd újra elkérek tőled licenszet, hogyha nagyon van olyasmi, amit építsek nálad, jó? Jó. Vagy jól. szeretnél építeni. Most, Most én... Nézd, a... megint partoszálnak a svédek. Svédek. De még addig örül, még ott, ott, próbálkoznak, nem emelre Hát, figyelj, ott több egységem van, próbálkozhatnak ott is. <síthat> Ennyi. Na jó, Ö, nem tudom, hogy hogy vagy vele. Na, sehogy eddig. Hogy legyek? Én lehet megtámadnám Indiát, néha nem tudom, non-aggression pact van, akkor ennyi. Ha. Meg hát végül is amúgy jó lenne, de az már nem core state, ha minden igaz nekem. Ö, igen, és ez milyen hátrányjal érint téged, hogy nem lesz core state? Core state. Hát az, hogy igazából megszállás alatt kell tartani, és ugye Garrison Manpower-t fog levonni. Ja, értem. De hogy kerülnek megint oda a németek? Megint ott. Megint Valaki ott. Valaki mondja már el nekem. Ott próbálkoznak. Hogy tudnak? úgy, hogy Kína nincsen velem háborúban, meg a Szovjetunió se, de mégis át tudnak onnan jönni. De akkor viszont, de akkor viszont ez nekem azt mutatja, hogy Teherán felől is védeni kéne, sőt, igen, de onnan nem, nem onnan jönnek. meg nem. Uh -huh. Vagy lehet azért, mert megszállt terület ez a Pakisztán. Ja. tervébe béke konferenciával, ja. és ezért tudják. Igen, az mondjuk lehet. Az lehet. A terem buláját. Azt a buláját. <laughs> nem tudom amúgy, hogy hogy kell mondani. Semmi baj. Nézd meg, a svédek hagy próbálkozzanak. Ha próbálkozzanak is, egyem is meg az életüket el. <laughs> az a baj, így ránéztem a számokra, hogy a Közép-Európai Szövetségnek hány egysége van, és nekünk, nekünk összesen van 87. Nekik 500. Az övéjüket a játék olyan 279 és 1040 közöttire satszolja. stabil, stabil, ugyan már, akkor, akkor háromszor lövünk, jó? Vagy négyszer. <laughs> így bizony. <laughs> Ez komoly. Hát annak nem ide. örülök, Mondjuk nekem is kéne csinálni divíziókat, mondjuk. Az... Ez a két egység maradjon itt így. Innen egy egység pedig jöjjön ide, meg innen egy így ide. Jó, és hmm. akkor itt is lesz legalább elosztva. Aha. Na figyelj! Na figyelek! Öl. Jó, ezt itt hadd már meg egy kicsit. Most mi a búbánatos, akármi történt itt, ne haragudjon meg a világ rám most, de ez itt ez mi? És miért? Hát szerintem mindentől kezdve a parkjaidat nem nagyon kell védeni. Hát úgy látom én is. Hogy, hogy ezt itt, ez ezt, ezt el lehet felejteni, esetem kiállt be ellenem a háborúba. És az a probléma, hogy a spanyoloknak van egy 40 egységük. De ezt most ezt miért kaptam? Nem tudom, neked összesen van 33, amit látom, de abban a brazilok is benne vannak. Én pedig nem nagyon tudok belépni beléd a háborúba, mert akkor a Szovjetunió engem szétdarál. Semmi, maradjál ki ebből az egészből. Ö én, hogyha meg tudom védeni Lisszabont, akkor viszek haza egységeket. Ó, de még hogy ne vinnék haza egységeket, sőt, elhozom tőled a repülőjeimet is, mert mind ott áll a második az Ú, találnak. én tudok neked vajon repcsit adni? Erre a háborúra? Nem tudom, de megköszönném. Adok 150 fightert, meg 175 közeli támogató repülőt. De kényesen érint ez most engem. Voluntért nem tudok küldeni. Ja nem, mert én is háborúban állok mással. Viszont akkor... hát nem, nem marad az ott nálad. Öh. Bocsánat, egy kis logisztikai Tagok. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Portugália. maradék része meg. Jövünk így ide! Oké, okay, én meg vagyok te, hogy ez mehet indulhat? Meg vagyok teljes mértékben. Jó, hát akkor betöltjük a lukakat. Addig, addig jó, amíg nem viszik oda a szovjetek is az egységeiken. Á, ah, igen, 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 igen. De szerintem itt meg fogom tudni tartani. szálltak. Hol? Ó, hogy az a nyomorult. Na, verünk nekik egyet. Amúgy az a vicces, hogy tudod, mi, mi, mi jutott te szembe? Na mi? Hát, hogy neked Core State, Brazília, tehát lehet, hogy Portugáliába kiszorítanak, de hogyha onnan kiszorítanak, Brazília még megmarad neked. Igaz, hogy kicsit akkor távolabb kerülünk -e egymástól? Hát igen, meg egy csomó... meg egy csomó... embert elbuknék, de igen, 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 igen. értem a... Értem a dolgokat! Jó. Na, oké. Okay. amúgy egy kényes kérdés. Nem áll. Olyan is van? Hát sajnos megesik. Néha, néha napján ugye? Néha, néha, néha. Hogy akkor befejezzük e Befejezhetjük, figyelj, hogyha tényleg dolgod van, akkor, akkor hát, dolgom van, igen, folytassuk. Jó, mindegy, kérdezlem. menjél, csináld, csináld a dolgodat, én megköszönöm, hogy itt voltál, hogy játszottunk. Hát nem számítottam rá tényleg, hogy itt engem megtámadnak közben. Ez... Hát mondjuk én sem. Ez nehéz. Ez én nehéz, arra nem így. számítottam, hogy Pakisztán belép a Közép-Európai Szövetségbe, mert értelemszerűen Pakisztán is Európában van. Értelemszerűen, hát persze, hát hol, máshol más, lenne, tudod, hát... Fucs, fucs, ez a Pakisztán, fél itt, fél ott, ugye? Hát ha... így bizony. Jó. Jó, hát akkor szerintem foglaljuk össze egy kicsit ezt a, ezt a részünket gyorsan, hogy itt mit is tettünk. Ugye megalakítottuk a kis szövetségünket, ez a mediterrán pakt névre hallgat, és te, mint egy gőzmozdony történit előre Ázsiában, ha jól látom. Hát mondjuk úgy, hogy kb. megdupláztam a területeimet. És gyönyörű, szépen megdupláztad a területeidet. Az már Úgyhogy... más kérdés, hogy igazából a félvilággal világgal 6-ban állok. Ö, igen, meg most már én is, és mind a ketten külön-külön frakciók ellen állunk 6 és, és egy frakcióba vagyunk. Azért ez kemény. Mondjuk én kinyomok szerintem majd remélhetőleg még a közeljövőben 48 egységet. 48 hát jövőben, Még ugye a mostaniak sincsenek felszerelve. Aha. És akkor viszont az a 48 szovjetekre fog összpontosulni. Aha, És akkor Viszont belépek melléd. Hú, uh, az ott. Uh, várj, uh, várj. Mellém, uh, mind ja, addig, veled... mindaddig ne lép be vel, mellém a háborúba, amíg más nem jön be, vagy téged be nem vonz valamelyik fél a háborúba. És ezt azzal támasztom alá, hogy ha te belépsz a szovjetek ellen, akkor te már két nagy hatalmi hát, pórus ellen. Szere, elég igen, viszont így még talán kibírjuk azt bekelni, hogy hogyha ők összemennének az internacionális és a Central European, azt szerintem azt ki tudnánk várni. Jó. Mert, enge, így. mert, engem most nagyon durván támogat a Central European Alliance. Legyen így, akkor várjunk, hát ha. Szerintem valahogy ki kéne hát játszani őket. Egymásnak esnek. Igen, igen, így egymás ellen ki kéne játszani őket. Jó? Úgyhogy... Jó, rendben. De majd meglátjuk, jó, hogy mi a jó, helyzet. Legyen így, legyen így. Jó, na, akkor... Akkor ezt... Hát ezt meglátjuk. Ú, <laughs> igen, elég érdekes minden esetre. Hát igen. Ez az egész fennálló helyzet. Ez itt, itt... nagyon kacsvasz, de én ezt ész rohat élvezem. Hát ezt szétadom, hogy hogy kell ez nekünk lemenedzselni, úgyhogy ezt, ezt folytatni fogjuk mindenféleképpen. Jó. Hát igen. Megpróbálunk nem meghalni. <laughs> igen. igen. Nem kapitulálni, meg hogy ne bomoljon fel a szövetségi rendszer. Valahogy megoldjuk. Valahogy. Ímmel ám a nyögve. Na jó van. Jó van. Köszönöm akkor a mai játékot is, hogy itt voltál velünk, Bazi. És akkor majd találkozunk következő alkalommal. <laughs> Úgy legyen. Addig is jó játékot és hát kitartást. Neked is, nektek is további szép napot, és amúgy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ebben a videóban itt volt velem TM Great, és hát majd akkor a következő ilyen multiplayeres videó érkezik, körülbelül egy hét múlva. Ugy, hát ugy. Addig is jók legyetek, iratkozzatok fel mind a két mind a kettőnk csatornájára, a TMG csatornája ott van a leírásba. aki nem ismerné, az nézzen rá, nyomjanak egy feliratkozást. Nem muszáj, hozzám nem kell feliratkozni. Nem. Isten őrizzen, Ha tetszik a content, meg ilyenek, akkor azért nyomjatok rá. <laughs> és hát tényleg, akkor viselkedjen mindenki jól, és hát szép napot nektek, sziasztok. Na-na, dehogy viselkedjetek jól, ő az angyal, én az ördög, dehogy viselkedjetek jól. <laughs> na, na Hello.